Unboxing most először 4K-ban itt a csatornámon. Sziasztok! Egy olyan eszközt fogok most kibontani, ami még eddig itt a háztartásban egyáltalán, hát hogy mondjam, háztartásban, vagy pedig inkább itt a, hát a berendezéseim között egyáltalán nem volt. Ez akár egy hangszer is lehetne, de kérem szépen, ez egy MIDI keyboard, azaz MIDI billentyűzet, egy Alesis V25. Méghozzá azért 25, mert 25 billentyű van rajta. Itt láthatjuk magát a dobozt, egyébként a szállítás során némi probléma azért adódott. Hol van még? Itt, mintha be lenne szakadva. De valószínűleg semmi nem történt magával a cuccal. Itt láthatjuk a felülnézeti képét, van itt némi leírás különféle nyelveken. Nem tudom. Akkor ez a doboz, hogy igazából nem tudom körbe mutogatni, ezért is vagyok itt lenne a földön. Van, inkább kezdjük azzal, hogy... Na jó, azért a hátulján azért vannak érdekes dolgok. Ehhez jár szoftver. Na most ugye a MIDI keyboard az tulajdonképpen... Hát ez ugye nem egy szintetizátor, tehát magában nem tud hangot kiadni, hanem vannak különböző számítógépes szoftverek, például a Pro Tools, az Ableton, vagy az Air Expand, aminek segítségével meg lehet szólaltatni, és igazából bármit lehet vele, bármilyen hangszert lehet vele imitálni a szoftver segítségével, és lehet hát gyakorlatilag zenét készíteni. Ez is a tervem, talán majd egyszer erről is lesz videó. Most viszont először kezdjük azzal, hogy kivesszük a dobozból az eszközt, de hogyan? Úgyhogy lehetőleg ne legyen baja. Na jó, elsőként itt van egy USB kábel. Mindig elfejtem, hogy ezt hogy hívják. USB... Nem tudom. Mi van még itt? Van itt némi papír. Hopp, egy garanciajegy. Mi van még itt? Illetve különféle leírások majd. Ja, meg a szoftver licenc kulcsok, mert hogy ezt a három szoftvert ezt itt adják hozzá. Ugye ezek ilyen úgymond light szoftverek, de azért mégiscsak jobb, mint a semmi, mert ezeket csak úgy letölteni nem lehet, hanem ilyen különböző instrumentekhez szokták ajándékba adni, azaz hangszerek, mit tudom, ilyen keverőpult, esetleg diktafon, mi egy más. Akkor ez a cucc, hogy nem fér bele a képbe. Lehet a széles látószög lencsével kellett volna dolgoznom. Íme az eszköz, aminek az egyik legnagyobb előnye az, hogy a billentyűk pontosan akkorák, mint egy hagyományos zongorán, ugyanakkor némileg plasztikusabbnak tűnnek, azaz kicsit olyan műanyag jellegű. Vajon miért? Talán mert műanyag. Ez nem volt a legsmoothabb lehúzás. Tehát itt vannak a hagyományos billentyűk, akkor itt vannak ezek a pedek, ahova igazából bármit be lehet programozni, dobot, valamilyen effektet, akkor vannak itt ilyen triggerek. Ez nem ugrik vissza, ez visszaugrik, és vannak itt ilyen kis potméterek is. Őszintén szóval nem tudom elmondani, hogy mi mindent tud ez az eszköz. Nekem is ki kell tapasztalnom. Legyen ennyi elég egyelőre, mert csak egy rövid unboxing videó volt. Nézzük meg azért az eszköznek a dimenzióit. Itt vannak ugye a különböző billentyűk. Van itt egy, hát én nem tudom, hogy ez mi. Sustain, azt hiszem, hogy ezzel valamit irányítani lehet, van, itt van ugye az USB ajzat, oldalt nincs semmi, alul van némi leírás, termék jellemző Made in China, és nagyjából ennyi. Tényleg egy nagyon rövid kis kicsomagoló videó volt ez, de azért köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!